Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Immáron 27. adventi hangversenyét szervezte meg a Lavotta János Kamara Zenekar. Az idei kulturális esemény a fiatal tehetségek bemutatkozásának jegyében telt el. Ezen az esten ugyanis a hangszeres szólisták közül két sátoraljaújhelyi fuvalás tehetség, magyar Evelin és Arnóczki Áron és egy felvidéki magyar operaénekes hallgató, Nagy Abigail Anita mutatkozott be. Ezek mellett átadták a Lavotta János díjat is, amit Dombóvári János Imre fuvolaművész vehetett át. A Széptan Művészeti Iskola két tehetséges, számos zenei díjat nyert fuvolás növendéke is fellépett az idei adventi hangversenyen. A Lavotta János Kamara Zenekar ünnepi koncertjére hetekig készültek a fiatalok. Néhány hétvégét tényleg ott töltöttünk a Lavotta házban, és együtt játszottuk a zenekarral a darabokat, nagyon jó volt a hangulat, és én még szívesen készülnék még egyre, hiszen nagyon jól éreztük magunkat. Eleinte csak zongorával próbáltunk, aztán már az elmúlt hetekben minden hétvégén a zenekarral is találkoztunk. Hát nagyon sokat gyakoroltunk és készültünk, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni. Ez a darab, amit játszani fogunk, ez Csimaróza fuvola kettős versenye. Három tételes darab, jó hosszú, lehetett gyakorolni. Hát mostanában nem volt olyan sok verseny, inkább ezek után lesznek így a karácsonyunk körül, például 60-ban lesz egy verseny, a Barokk Fesztivál, Országos Barokk Fesztivál, oda fogunk elmenni majd szerepelni, és ezen kívül a vizsga volt az, amire készülni kellett. A kamarazenekar koncertjein szinte mindig van fiatal szólista, ez is az egyik küldetése az újhelyi művészeti csoportnak, segíteni és koncertélményhez juttatni a tehetségeket, akik egykor a helyi művészeti iskolából indultak el zenei pályára. 27 év alatt megszámlálhatatlan az a fiatal volt tanítvány, akit mi zenekari kísérettel olyan zenei élményhez juttattunk, amelyet talán a felsőfokú tanulmányai során sem igen kap meg. A középiskolai tanulmányaikat és a felsőfokú tanulmányaikat is figyelemmel kísérjük, azoknak, akik ezt igénylik. Ezt szeretném hangsúlyozni, hiszen nem mi megyünk a növendékek után, és kérjük meg, hanem ők jelentkeznek, hogy szeretnének, és ez nagyon fontos, hogy két oldalról közelítsünk ezekhez a vállalásokhoz, mert így egyrészt kölcsönösen megtiszteljük egymást, másrészt pedig a közös élmény az oszthatatlan. Egy kicsit az idei műsorról. A programunk természetesen az adventi gondolatokat, érzéseket erősíti. Barokk muzsika, Corelli koncertó grosszója, valamint Caccini, szintén barokk szerző, olasz-itáliai szerzőnek egy Ave Mariája, majd pedig Handel messiásából egy szoprán áriát fogunk kísérni, illetve a vendég énekesünk énekelni, és egy Csimaróza, szintén barokk, de már a klasszika felé hajló muzsikája, egy két fuvolás versenyű, amelyet két tanítványunk fog szólistaként bemutatni. És hát lesz egy meglepetés, egy Lavotta díjas várományosnak, amikor ez a beszélgetés készül, akkor még nem tudjuk, legalábbis a közönség nem. Ő fog a közönség elé lépni egy Mozart andantéval. Már a korábbi koncerteken is felléptek a Miskolci Zeneművészeti Intézet énekes szólista hallgatói. Az idei műsorban egy a művészeti tanulmányokat éppen új helyben elkezdő fiatal felvidéki hölgy szerepelt. Néhány évvel ezelőtt, még a zeneiskolai éveim alatt a Lavotta János Zenekar zeneiskolába jártam, és hát innen ered az ismertség, és jelenleg pedig a
Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Intézet harmadéves növendéke vagyok, tehát ha az Isten is megsegít, akkor idén diplomát szerzek. Milyenek is ezek a főiskolai vagy felsőfokú zenei élet? Ilyenkor már sok lehetőség, vagy van lehetőség szerepelni? Hát igazából ezek így vagy megtalálják az embert jó esetben, vagy természetesen ismerettség alapján is jöhetnek a megkeresése. De hát iskolai rendezvényeken is kapunk lehetőségeket a szereplésre. Volt lehetőség itt a Lavotta Kamarazenekarral összepróbálni mindezt, így, hogy Miskolc, iskola, stb. Vagy otthon, vagy iskolai környezetben gyakorolni, és itt már csak a fináléban összeénekelni mindezt? Természetesen ahhoz, hogy ez egy kompakt produkció legyen, ahhoz fontos az, hogy a zenekar és a szólista próbáljon előtte egyszer-kétszer legalább. Úgyhogy ez is megvolt. Említette, hogy itt volt zeneiskolás, itt kapta az első ilyen impulzusokat, hogy az ember elhatározza, hogy ezt a nem könnyű, de gyönyörű szakmát válassza, hogy a zenének adja az életét? Tulajdonképpen abszolút meghatározó volt számomra ezek az itt eltöltött évek, abszolút. Ezen a koncerten adják át a Lavotta János Alapítvány Lavotta díját. Az elismerést a zempléni hangszeres zene népszerűsítéséért, a Lavotta életmű ápolásáért adják. Az idei díjazott Dombóvári János Imre fuvola művész lett. A fiatal zenész a verbunkosokban is lát fantáziát, akár fuvola átiratokon keresztül is. Elmondhatom azt, hogy nagyon komplex ez az életmód, amit én tudok itt élni, és ennek nagyon örülök, hiszen ugye a pedagógián túl ugye aktív zenélés az, amiről még szól az életem, és ez különböző formációkban, tehát a zenekartól a kamara csoporton át a szólózásig, minden, sőt a kotta grafika szerkesztés, tehát gyakorlatilag minden, ami a zenéhez kötött, vagy zenével kapcsolatos, azt itt tudom művelni, és ez ilyen szempontból engem teljes mértékig elégedetté tesz. Vagyis nem gondolom, hogy most nekem a sikert valahol máshol kellene keresnem. Az a fajta misszió, amelyet itt a verbunkos zenében és egyáltalán a zemplénhez köthető kutatásokban folyik, és ugye édesapád indította el, és a Lavotta alapítvány, abban te látsz magadnál szerepet, vagy ezt inkább meghagyod édesapádra és az ő csapatára, vagy ebben is találsz magadnak, amit említetted, akár az által dolgozott? Hát ugye itt említettem a kotta grafikát, mert tavalyi évben egy hegedű duót sikerült, amit a zenemű kiadó elfogadott. Ennek a küldetésnek, ennek a missziónak rengeteg olyan vetülete van, ami nem elsősorban a zenélés, vagy nem feltétlenül csak a zenélés, úgyhogy én ebbe próbálok részt venni, mert ha most én azt próbálnám megrovagolni, hogy verbunkos zenét játszak fuvolán, az azt hiszem, hogy nem a legszerencsésebb választás lenne. Természetes módon, hogyha ha átdolgozásokban kell gondolkodni, akkor erre szívesen vevő vagyok, és gondolkodom is egyébként ilyenen, hogy bizonyos hegedű dúókat fuvolán mennyire lehetne megvalósítani, hiszen ezek eddig ki nem adott, fel nem fedezett gyöngyszemek, amit egyszerűen vétek lenne nem kihasználni, hogy a fuvolás társadalom is megismerhesse ilyen formán ezeket a zenéket, hiszen annyi féle fajta zenét tanulunk, már mint aki vette a fáradtságot és összegyűjtötte az ír, skót, dzsigektől kezdve a szlovák táncokig, akkor miért ne lehessen verbunkost is játszani fuvolán? Úgyhogy ilyen vonatkozásban bele szeretnék folyni, igen. A hangverseny szólistái és a zenekari tagok ezzel a műsorral kívántak a zempléni művészetpártolóknak boldog és békés karácsonyt.
A karácsony van, ahol a hagyományőrzésről is szól. A karácsonyfára ugyanis szebbnél szebb szalmából készített díszek kerülnek. Metz Matisz Éva szalma fonónál biztosan. Ám ő nem csak ennek az ünnepkörnek a szépségét formázza meg alkotásaiban, hanem az év valamennyi napjára tud egy-egy szalmadíszt mutatni. Ezekből nyílt kiállítás Sárospatakon a Művelődés Háza galériájában. Gondos kezek által készített, igényes és részletgazdag karácsonyi díszek igazi ünnepi hangulatot teremtettek a Sárospataki Művelődés Háza galériájában. Metz Matisz Éva szalmofonó ezt adta képletesen ajándékba minden érdeklődő számára. Azonban nem csak karácsonyi, hanem az év bármely szakára vonatkozó díszeket is találhatunk. 2003-ban vettem részt az első szalmafonó táborban, akkor még Törökszent Miklóson tartották. Ott megismerkedtem a szalmafonás alapjaival, és azóta tényleg beleszerettem ebbe a technikába. Mindig, minden nap készítek valamit. Azért ez lett a címe, hogy minden napra egy szalmadísz, mert tényleg életem részévé vált ez a tevékenység, és kitölti a mindennapjaimat. Sokan a szalmáról azt gondolnák, ugye abban az időszakban vagyunk, hogy karácsony, szép karácsonyfedészek, de hát itt azért a kiállításon lehet azt látni, hogy valóban évszakokhoz kötődő tárgyak is vannak. Igen, úgy terveztem ezt a kiállítást, hogy megmutatom az egész évre való repertoárt, és kezdtem a farsanggal, majd a március, május, a virágok, aratókoszorú, augusztus 20-ára, esküvői dekoráció. Tehát felsorakoztam, tattam, ami eddig sikerült megtanulnom. Nem azt az időt éljük, amikor nagyanyáink kimentek a szántóföldre, behozták ugye a szalmát, és akkor volt miből dolgozni. Honnan az alapanyag, mennyi időt igényel az, amíg ezt el lehet sajátítani? Hogy néz ki ez nálad konkrétan? Én körülbelül 10 éve vettem meg az első kis zsákmagot, ami egy alakor nevezetű búza, Erdélyből származik. Nagyon vékony kis kalásza van, tehát a szál az nagyon hosszúra nő. Abból fonom a koszorukat, a vékony díszeket, és azóta minden éven én magamnak vetem ezt a magot, elég nagy területen, és azt kézzel learatom nyáron. Elég nagy meló, mert kévékbe gyűjtöm, szárítom, 3-4 hét még megtisztítom, raktározom, fajtánként szétválogatom, és száraz helyen tárolva évekig eláll. És amikor dolgozni szeretnék belőle, akkor kiválasztom, hogy milyen munkadarabhoz milyenre van szükség, és beáztatom. Ilyen langyos meleg vízbe áztatva megpuhul a szalma, és úgy lehet belőle fonni, hajlítani, és nem törik el. Ez annyira egyszerűnek tűnik így, de itt láttam például húsvéti tojást, amin gyönyörű szép motívumok szerepelnek. Valóban egyik kidolgozottabb, mint a másik. Azért a szalma, ahogy említetted, az valóban törékeny. Igényel azért valami fajta szeretetet is? Nagyon. Én nagyon beleszerettem, és vannak olyanok, amikhez a lapított szalmát használjuk, azt nem ebből a fajtából, hanem az árpa, vagy az abnak van olyan aranyszínű olyan szála, ami könnyebben megpuhul, és azt le kell lapítani, és úgy abból kell kivágni különböző formákat. Hát mindegyikhez más fajta és más hosszúságú, vastagságú szalma szükséges mindegyik díszhez. Nyilván gondolom a dísz nagyságától, összetettségétől is függ, hogy mennyi idő alatt készül el, de mégis mi az, ami a legközelebb áll hozzád, még ezek közül is? A karácsony az elsődleges, amikor tényleg nagyon sok díszt készítek. Évek óta már készítek ismerősöknek ajándékba díszeket. A húsvét az szintén a hímes tojásokkal, azokat készítem. Ami a legnagyobb munkám szerintem az a két dísz, ami ott elől van, meg az aratókoszorú, az is szinte heteket igényel, mert mindig csak egy-egy mozzanatot készítek, ahogy az idő engedi, félreteszem is az összeállításnál jön ki, hogy tényleg nagyon hosszú órák mennek rá.
Ha jól láttam, akkor vannak képek is itt szalmából. Ezek másképpen készülnek? Az is a lapított szalmából készül, csak azt nem ragasztom fel semmire, hanem a formát, amit elgondolok, arra kell rögtön a lapított szalmát ráragasztani, és úgy készül el a kép. Az is nagyon időigényes, mert ott a színekkel kell játszani, mert azt gondoljuk, hogy a szalma csak egyszínű, de 4-5 féle árnyalatot lehet megtalálni, a rózsaszintől a zöldig, a sötétbarnától, ha már egy kicsit szennyezett, akkor sötétebb a szalma. Erdélybe úgy érik el a világosságot, hogy kénezik, és én is próbálkozom vele, hogy minél világosabb szalma kerüljön a kezembe. Mit szólnak a különböző generációk ezekhez a szép kis díszekhez, alkotásokhoz? A gyermekeim nagy rajongóim, főleg a fiam, aki 6 éves lesz. Minden egyes munkámat oda viszek neki, hogy Bálintka, kész van a következő dísz, anya, ez a világon a legszebb. És annyira boldoggá tesz, hogy érdeklődik, már jönne fonni, de még azért a keze nem alkalmas rá, de szalmaszálakból képeket készít, kamiontrak, ami az ő érdeklődése. A kislányom még ő csak játszana, elviszi a harangokat, elviszi az angyalokat, babázik a emberekkel, tehát még ő előtte áll, de remélem, hogy tovább tudom adni ezt a szép technikát, és tovább visszük, mert az oktatók nagyon idősek, akiktől tanulok, már 70 év vagy attól is idősebbek, és szeretném, hogyha a fiatalok ezt megismernék, azért elhoztam ide Sárospatakra. Ez az első kiállításom egyébként, még soha nem volt, izgulok is miatta, de remélem, hogy eljönnek az iskolások, és valakinek, ha megtetszik, akkor szívesen továbbadom, és akkor nem halnak ki ez a szép technika, mert nem sokan tudják már ezt csinálni. A fiatalokon túl az idősebbeken lehet látni egyfajta nosztalgiát? Szerintem igen. Vannak olyanok, akik még emlékeznek, hogy az ő nagyapájuk aratáskor megpihenve egy-egy esőcsigát vagy egy babát elkészített, és tényleg észrevenni, hogy emlékeznek szívesen, és eljönnek. Azt gondolom, hogy most inkább az idősebb korosztály fog eljönni, az ismerőseim, és meglátjuk, hogy hogyan fogadják majd. Metz Mati Széva szerint a gyönyörködtetésen túl természetesen az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a kézműves mesterség szépségét, hagyományait is népszerűsítse ezzel. Hagyomány, hogy a kiállítási anyagok illeszkedjenek az ünnepi hangulathoz, és azt hiszem, hogy ez a mai szalma fonó kiállítás méltóképpen reprezentálja ezt a törekvést. Természetesen, aki tüzetesen megvizsgálja az anyagot, látja, hogy nem csak karácsonyi, illetve adventi ünnepkörhöz kötődő alkotásokat mutatunk be, de a Matisz Éva olyan termékeny mester, ha szabad ezt mondani, hogy szívesen fogadtuk azt az elképzelését, amely szerint minden napra egy szalma, vagyis a 365 naphoz igazodva más jeles napoknak a jelképei és ünnepi alkalomra készített alkotásai is megjelennek. Azokat az amatőr alkotókat, akik valamilyen különleges technikát vagy műfajt képviselnek, és az nívós munka, akkor szívesen mutatjuk be. Volt erre példa már a képzőművészet sokágában, a szobrászatban, a fotók, vagy akár a festmények tekintetében is, és egyébként pedig a szalma munkákból korábbi években távolabbról hívott mestereknek a bemutatkozását is megoldottuk, úgyhogy azt hiszem, hogy most pont Sárospatakon van egy ilyen ifjú hölgy, aki ilyen elkötelezett mellett, a tevékenység mellett, ez mindenképpen méltó arra, hogy a város nagy közönségével és pont a televízió által másokkal is megismertessük. A Sátoralja Újhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ a tavaly elindított hagyományteremtő programjának keretében idén is ünnepi koncertet rendezett Aranyvasárnap a Római Katolikus Templomban. Az esten Zsédenyi Adrien, azaz Zséda, a Zongorista és Én című koncertjére került sor. Az énekesnő a saját számok mellett francia sanzonokat, jazzslágereket és egyházi műveket szólaltatott meg. Oh,
1994-ben megalakított Cotton Club Singers hozta meg számára az igazi népszerűséget, azonban 2001-ben kilépett az együttesből, és azóta szóló karriert folytat. Zséda többszörös fonogram és Emerton díjas magyar énekesnő, a magyar könnyűzenei élet egyik legsikeresebb női előadója. Aranyvasárnapon adott ünnepi koncertet a Sátoraljaújhelyi római katolikus nagy templomban. A Zongorista és Én című estjén különleges zenei kalandozásra invitált a közönségét, olyan dalokat énekelt, melyek különlegesen kedvesek számára, melyek pályafutása során fontosak voltak, és a mai napig fontosak számára. Úgy nagyon szeretem ezt az időszakot, az évnek ezt az időszakát, és hát készülődés van az én lelkemben is ilyenkor. Ugye nagyon sok koncertem van, főleg amióta 2005-ben az ünnepalbumot megcsináltam. Azóta ez az időszak, ez egy különösképpen mozgalmas számomra, de igazából az egész év az, meg egy jó évet is zárok, de most tényleg valahogy így besűrősödött az évvége, és persze karácsonykor lesz egy pár nap csendesség a családom körében, és aztán 26-ától meg már újra színpadon leszek, és hát végén 30-án, de én 70-en nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek Rózsi koncertjén. A mai koncert különleges lesz két szempontból is, egyrészt templomi koncert, erről szeretnék egy picit beszélni. Tud különleges hangulatot adni a koncertnek egy templomi éneklés, egy templomi fellépés a színháztermek, az előadótermek mellett? Én ritkán adok templomban koncertet, bevallom, bár most ez országszerte nagyon divatos, hogy ide nem illő szóval éljek. Azért, mert úgy érzem, hogy jó pár olyan dalom van, amit nekem nem esik jól elénekelni, és ezért nagyon meg kell változtatni a repertoárt. Viszont ennek egy olyan előnye lett, hogy nagyon sok olyan dalt, mivel sok ilyen felkérésem lett, hogy sok olyan dalt vettem fel a repertoára, amit amúgy nem vettem volna, opera áriát, vagy olyan egyházi énekeket, amik meg csak idevalók, és itt szólítják meg az embert, és ezt nekem nagyon-nagyon jól esik énekelni, és nagyon hálás vagyok, hogy ez végül is így alakult. Másik szempontból azért különleges ez a koncert, mert olyan dalok szerepelnek benne, ami igazán közel áll önhöz, de mitől lesz egy dal Zséda dala? Hú, attól, hogy nagyon szeretem, nagyon akarom, és nagyon sok mondani való van bele. Én azt hiszem, hogy attól tud valaki, bárki jól énekelni, hogy abban nagyon hisz. És ez rám nagyon jellemző, hogy azt, amit csinálok, azt abban én maximálisan hiszek. Most egyébként új lemezem is van, Kémia címmel jelent meg, és hát most már csak pár darab választ el az aranylemeztől, amire nagyon büszke vagyok. De ezt a koncertet is több év állított össze. Változott-e az évek alatt? Biztos. Tehát szerintem az a jó, hogyha az ember folyton fejlődik, vagy előrelép, alkalmazkodik a világ változásaihoz is, és hát persze az én lelkemben történő változások is. De azok a dalok, amik által megismert az ország, a Szeres most, a Valahol egy férfi vár a motel, mint halálig mellettem, hát ezek nagyon szívügyeim, és hát én ezt ugyanúgy hiszek ezekben most is, és hát ezekből is fogok majd ma énekelni. Nagyon sikeres előadó, nagyon sokszor szerepelt slágerlisták élén a dalai, de az, hogy 15 évesen elkezdett énekelni, tanulni, az, hogy színészkedett, és utána a Cotton Club Singers, mennyire határozta meg a szóló karriert? Minden ennek az alapja volt. Ugye színházból jöttem, a Cotton Club Singers, meg hát egy olyan zenei világ volt, ahol tényleg a jazz irodalom gyöngyszemeit énekeltük, ráadásul 4 szólamban, nagyon szórakoztató volt, és nagyon, nagyon szerettem, és nagyon sokat tanultam belőle, de megfogalmazódott bennem, hogy a mában szeretnék alkotni, saját dalokat szeretnék, és nem volt más lehetőség, csak meg kellett lépni azt, hogy kilépek az együttesből.
a saját dalokban miről énekel szívesen? Hú, én azt gondolom, hogy elég sok minden belefér, de azért, ha választani kell egy témát, akkor főleg szerelem az, és hát párkapcsolati témák, vagy bármi, ami engem foglalkoztat. Énekeltem már a családon belüli erőszakról is, amivel szintén nagyon komoly céljaim voltak, és hát sikerült is sok mindent elérni ezzel a dallal. De tényleg azt hiszem, hogy mindent, ami engem téma megérint, és hiszek abban, hogy egy dalnak van olyan ereje, hogy képes beleszólni az emberek életébe. A Kémia című albumról, hogyha hallhatnánk még egy picit, mit mesél nekünk ez az album? Én azt hiszem, hogy a dalok között is van kémia, tehát egy igazán színes, kidolgozott zenei anyag, több mint 2 éven át készült, és hát ugye a kémia szó az nem azért kapta ezt a címet, mert ez lett volna a kedvenc tantárgyam a gimnáziumban, hanem nyilván itt is szerelemről van szó főként, úgy is indult, hogy ez egy szerelmes album, de aztán senki ne gondolja, hogy ez egy ilyen érzelgős, romantikus, hanem azt gondolom, hogy aki ezt meghallgatja, ő vissza tud menni az életében azokhoz a fontos pontokhoz, amikor ezt érezte, vagy esetleg újra elő tudja idézni magában ezt az érzést. De ha már a kémiánál tartunk, akkor azt gondolom, hogy az életben mindenhez kell. Tehát nem csak szerelemhez, hanem barátsághoz, munkatársi kapcsolathoz kell, hogy működjön köztünk. Jön a pihenés, a karácsony, utána, ahogy mesélte nekem, utána jönnek a koncertek, új tervek, új album 2017-re, mire számíthatunk Zsidától? Folytatom a koncertezést, és hát még ugye ezzel az albummal nagyon sok munka van, mert most indul, tehát most szeretném a dalokat bemutatni, tehát új album még nem lesz egy pár évig, tehát most ezt szeretném eljuttatni a közönséghez. Kedves nézőink, ebben az évben még egyszer találkozhatnak velünk. December 30-án új összeállításokkal jelentkezünk. Tartsanak majd akkor is velünk, most még köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is az Emplén Televízióval. Viszontlátásra! Thank you.